Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy új hold december 4-én, és ehhez készítem most ezt a jóslást. Ezen a napon, tehát december 4-én lesz egy nap Finsternis. És Finsterniseknél mindig kármikus témákról van szó. Miért van ez így? Mert ha egy új hold, vagy egy teli hold eléri ezt a kármikus csomót, akkor kiváltja ezeket a finsterniseket. Ezúttal eléri ez az új hold a lefele mozgó kármikus csomót két út. És két únál mindig a múltról van szó. Itt lesznek emlékek a múltból. Gyakran jelenti azt, amit átéltünk a korábbi életünkben. Amit még ez az új hold jelent, hogy ilyenkor a nap és a hold találkozik. A kínai asztrológiában úgy szokták mondani, hogy az égi császár, tehát a nap, és az égi császárnő, a hold, visszahúzódik a hálószobába, és akkor így most nem látható a hold. Ez abból ered, hogy a holdnak nincs kisugárzása, hanem a fényt a naptól kapja, ezt átveszi és tükrözi számunkra. Attól függően, milyen messze van a nap a holdtól, így látjuk, mint csökkenő holdfázis, vagy növekvő holdfázis. Itt a kártyák utalnak a múltra. Ezen a képen látható a hatos szám, ami szintén a múltra utal. Ez azt jelenti számodra, hogy te elbúcsúzol a múlttól. Lezársz bizonyos emlékeket, vagy témákat, vagy kapcsolatokat, és itt lesz egy új irány. Ez lenne tulajdonképpen a felfele mozgó holdcsomó Ráhu, ami utal egy új irányra, és Ráhu, ez a felfele mozgó holdcsomó szemben van a lefele mozgó holdcsomóval, ahol a múltról van szó. Tehát itt ki kell egyensúlyozni valamit, bizonyos dolgokat lezárni a múltból, és itt megvan a lehetőség a változásokra. Itt a csillagképek szerencsét hoznak, viszont láthatjuk, hogy éjszaka van, sötét, nem látni az utat, nem tudjuk, hova érkezünk oda. De az irány, az a fontos. Ezen a képen látható ez a szív, tehát itt vannak fájdalmas emlékek, amit le kellene zárni. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy a múlt az úgy, ahogy annak idején volt, soha nem fog visszatérni. Tehát nem kell itt maradni, nem kell ezen elgondolkozni, hanem inkább a jelent élni. És gondolni a jövőre, hogy javuljon a helyzet. Mert ezek gondolatok. Persze ezeknél a gondolatoknál vannak érzelmek is, és ahogy itt a képen látható, ezek most fájdalmas emlékek. Ez a férfi itt a képen küzd valamivel, vagy valakivel, itt látható egy sárkány. Ez a sárkány szimbolizálja egyrészt a negatív érzelmeket, mint például félelmek, vagy bizonytalanságok, féltékenység, irigység, ilyen dolgokat. És pontosan ezt kell itt leküzdeni,
mert ezek a negatív érzelmek blokkolnak bennünket. És akkor így nem megy előre a helyzet. Tehát áttenni magadat a félelmeken. Amit ez a sárkány még szimbolizál, ezek a kármikus témák. Pontosan erre utal ez a lefele mozgó holdcsomó kétú, mert ez szimbolizálja a sárkánynak a testét és az érzelmeket. De ennek a sárkánynak van egy feje is, az pedig a felfele mozgó holdcsomó kétú, ami most itt nem látható a képen, de el tudjátok ezt képzelni. És az a kármikus feladat, hogy mi ezt a sárkányt így összefűzzük. A felfele mozgó holdcsomó ráhu, az utal a jövőre, meg utal a gondolatokra. Itt fontos az érzelmeket és a gondolatokat egy hangba hozni, és mivel ez a kártya a múltra utal, a másik vele szemben pedig a jövőre, de nekünk meg kell találni a középutat. Az pedig a jelent élni. És most megnézzük nem csak a jelent, hanem a jövőt is, mert erre utalnak a következő kártyák. Itt látható egy királynő, mellette ott van szimbolikusan a sors kereke. Te irányítod ezt a kereket. Mert ez abba az irányba mozog, ahova te tekintesz. De ha negatív érzelmek vannak, mint például félelmek, akkor ez a kerék megáll, mert a félelem fékezi ezt az utat. Nem mennek előre a dolgok. Tehát éld a pozitív érzelmeket, a hitet, a bizalmat, a szeretetet, és ezekkel az érzelmekkel, meg jó gondolatokkal, akkor irányíthatod az eseményeket. Erre utal ez a királynő. A kezében van ez a kard, ami átvágja a félelmeket, vagy olyan dolgokat, ami nem előnyös számodra. Lezár valamit. Amit ez a kép még jelent, a levegő elemét. Egyrészt a szabadságot, másrészt a könnyűséget és a kommunikációt. Azon kívül a döntéseket, ami kihat itt a sors kerekére, kihat a sors utadra. Mivel új hold van, és új hold azt jelenti, húzódj vissza, találd meg a belső egyensúlyt, gondolkodj el valamin, hogyan tovább, hogyan tudnád irányítani a dolgokat, de ez a visszahúzódás jelenti a meditációt is. Pontosan erre utal ez a kép, mert ez segít neked abban, hogy megtaláld a belső nyugalmadat, azon kívül elképzelt képek formájában, hogy szeretnéd a jövődet kialakítani. Itt látható a lelki társad, a kezében van ez a kehely, ami utal az érzelmeire. Ő nyitott lesz érzelmekről beszélni, de jelen pillanatban, pontosan ennél az új holdnál, ő is kicsit visszahúzódó, elgondolkozik valamin, figyelgeti az eseményeket. És a jövő, az itt látható alul. Ez a férfi áll itt a középpontban, jelentkezni fog nálad, itt lesznek beszélgetések, mert ez szimbolizálja ez a papagáj. A háttérben van egy bírósági ügy,
vagy ő átélt valamit, ami igazságtalan volt. Ez a gyermek utal az ő ártatlanságára, amit ez a gyermek még jelenthet, egy új kezdet, és itt lesz egy új irány, egy megoldás. Ez szerencsével jár, hiszen itt látható Fortuna istennő, aki szerencsét hoz. Tehát akármilyen helyzetben van most ő, ez lehet egy bírósági ügy, lehet a munkahelye, a család, ahol igazságtalanságok voltak, itt kiderül az igazság, kiderül az ő ártatlansága, lesz egy új kezdet, ami szerencsével jár. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderah!